Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárc és a mai videóban pedig egy egészen izgalmas terméket hoztam nektek. Tops Matchetags Bundesliga, eléggé új széria, igazából néhány hetet, talán hónapja jelent meg Németországban speciálisan. Most nem hozták a Bundesligát Magyarországra, jó, igazából egy év volt, amikor hozta a, a lapker Magyarországra a Bundesligát, utána a kollektól. Na most egyik se egyenlőre, úgy néz ki, hogy, hogy senki nem hozta be, úgyhogy muszáj voltam külföldről berendelni, mert hogy ti küldtetek már egyébként ilyen új Bundesliga kártyákat ez a 22-23, szezonnak a lapjai, és nagyon-nagyon oh, jól néznek ki, a limitedek ilyen kivágással vannak, látnotok kell, illetve magyar lapok is vannak benne, bizony-bizony-bizony, úgyhogy tele vannak magyarral a Bundesliga legújabb szezonjába és a csapatok, úgyhogy pf, nézzük meg, nézzük meg, én azt mondom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fejlődött a vajóta, hogyan néz ki, azt furcsálom, hogy a borítón van nekünk Kimi, Süle, de, de nincs egy, egy lipcsés játékos, érdekes, minden esetre bontsuk is ki, az fix, de nem olyan egyszerű ezt mondani, könnyű, hogy bontsuk ki, de azért csak meg lesz, nem fog ki rajtam egy starter pak. nézzük mi van benne, oké, okay. ó, figyelj már, de menőn néz ki, Mi Misoda izé, lefóliázott csomag. Ez meg üres. Jó, oké. Okay. Na, szóval lefóliázott pak. Szuper király. Albumborítót még mindig nem sikerül nekik berakni, de így legalább átnézhetjük. Az itt van rengeteg mindenféle matchwinner kártyák. A szemem az vágtázi, keresi a magyarokat. Százklábosok, enkunku százkláb, komoly Bundesliga legenda kártyák. Nagyon menő taktikai kártyák. Limited edition -ök. ott van-e valami? Nem látok sajnos magyart. De André volt ott van a lipcséből egyébként. Hát azért ez eléggé király. Amúgy összességében Bundesliga a kettes kártyák is vannak. Street style? Az meg milyen. De durva. Vannak jók, vannak jók egyértelműen. Tök királylapokat gyűjthetünk majd idén is. Ahogy látom, és... Számozás? Fel lehet számozni az albumot. Jobban szeretem, ha automatán megcsinálja a gép. Lusta vagyok. Nem hiszem, hogy fel fogom számozni. Ez micsoda? Magazin. Ó, de jól néz ki! Azt figyeld azokat a lapokat! Das is new. Vagyis noj. Ezek az újak. Bundesliga adventi kalendárium. Hát arról már kicsit lecsúsztunk. Top Snow kártyák, ugye a nagy események kapcsán kidobnak kártyákat, mindig néhány hétig, napig lehet inkább vásárolni őket, rendelni. Nagyon jól néz ki. Itt a lista, hogy hogyan fognak játszani a csapatok másodosztályban. Majd utána pedig az első osztályban. Aztán de jól néz ki. Nagyon menő ez a füzet, nagyon össze van rakva. Rengeteg szöveg, rengeteg info. De hát ugye mind természetesen németül van, hát hogy máshogy lehetne. Fiatalokat, novoát emelik ki. Lipcséből majd utána van itt nekünk egy André Szilvás Social Kings aha, itt valamilyen követési szám alapján oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké okay. érdekes, érdekes, ott a limited amiről beszéltem ott a limited amiről beszéltem ez nagyon komoly ez a kivágott lim aha, gyönyörűen néz ki nagyon-nagyon-nagyon tetszik matchwinnerek is voltak ott, és itt a street style, elképesztő ilyen ö, brazil utcakép van a háttérbe. nitro kártyák, gondolom ők a gyorsak, nagyon rendben van. Ezek pedig micsodák? Megjelenések? Hogy ho Nem, hogy honnan származnak a játékosok? Ez micsoda? Nem tudok németül az a bajom, néhány szót ismerek. Nagyon érdekes. Igen, valami ö, országok szerinti játékosok vannak benne. Itt fel van sorolva. Azt sajnálom, hogy magyar nem szerepel itt, pedig egyet oda tehetek. Van 100 klub, de jól néz ki. Van 101 klubos is. Nagyon-nagyon szép. Elképesztő. Tops Heritage. Villiorban Heritage. Nagyon-nagyon komoly. Abba bele kéne nyitni. Legend alapok. Lothar Mateusz. Szalihovics azért itt vannak jók, és az aláírtak van esély, hogy aláírtat nyis displayből vannak itt mindenféle jók is aláírtak. Tjú, azért egészen sok játékos, ha azt nézed. Lipcséből is, Enkunku, Henrik, André Silva, Adeyemi aláírt a Dortmundból, az nagyon meleg lehet. alá is nagyon brutál lehet, azt a minden jók vannak itt, jók vannak. Illetve van relikvia kártya, ha Dupla aláírt, Mega pekekben lehet találni a dupla aláírt. Persze ez több száz vagy több ezer csomagonként, nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Bayer Münchenes dupla aláírt, Sabitzer Müller, Olmo Enkunku, az, az, nagyon jó. Shield lapok. Chrome Shield lapok ráadásul. Top Chrome Shield. Azt hittem, ezek csak sima shield lapok, de nem, ezek Top Chrome Shield lapok. Azt a mindenit, de durván jó. Jesszus! És itt is szinte az összes csapatból, vagy lehet, hogy az összesből is ott van. Itt vannak a csomagok, én egy multipakkot vásároltam még, azt fogunk mindenféleképpen bontani, de látom, van itt még csomóféle fajta termék. Ez a füzet, ez jól bemutatja, hogy miről is szól a dolog. Ez egy gameboard, eléggé vékonyka, nem, nem egy ilyen szokásos kartonos megoldás, ez egy jó kis gameboard cucc ezt is félre rakjuk, ezt a füzetet berakom az albumba, az biztos. Itt van maga az album, teljesen rendben van, jó vastag, nem gerinces, de azért szerintem ezt ki lehet gyűjteni ebben gondolom, hogy úgy tervezték. Hátulját berakjuk először, hogy vagy, így vagy, ide megy a hátulja, mindenféle social platformok a meccsetaxnak úgy, és ide meg az eleje, amin ugyanúgy a checklist itt van, Herta csapatából van-e valami magyar szerűség? Nincs, ahogy látom. Nincs, nincs, de nem. Dáridát kevertem, de nem, nincs, nincsen Dárda is sajnos. Union Berlinbe Schäfer Schaefer. Nincs, de ott van András Schaefer. András Schaefer, ott van. Az komoly. Jó, oké, okay. Lipcse, Gulácsi Péter természetesen, illetve ott van Szoboszlai Dominik is, nagyon szuper. Vili Orbán is, úgyhogy gyűjthetünk azért, innen is lehet akkor szedni Szoboszlai, Gulácsi, Vili lapot, sőt Viliből még van Heritage is, Sallai is ott van, úgyhogy ez eléggé komoly. Jó, szépen visszaillesztjük, tehát így néz ki az album, gyönyörűséges, és akkor nézzük meg ezt a pekket, amit ad lefóliázva, vagy hát így becsomagolva a tops kezdő csomag mellé. Gondolom taktikai kártya, az fixen lesz benne. Kódos kártya, alkalmazás holsz, de jól néz ki! A retro designos limited edition nagyon jó tapizni. Ó, de... Ilyen más a, nem tudom, fogása. Ó, oh, de kellemes réteg van rajta. Ilyen soft touch réteg. Elképesztően jól néz ki ez a süle majd utána van itt egy ilyen Christoph Dafferner, de annyira jól néz ki ez a fekete design. a sarkazódás cserébe jobban látszik, szóval, hogyha picit is leütöd a kártyát, azonnal látszani fog. A fekete kártyán egyszerűen látszódik, már itt is látod, ott is kicsit ki vannak fehéredve, de ez még nem vészes, ez még nem mondható sérülésnek. Bundesliga Legend Beckenbauer. Szóval ez a fekete design ez, ez nagyon ütős nekem. Udokai Hoffman, Kejre, majd utána egy Skov, egy Zabitzer, majd taktikai kártyák. Szuper, és a végére a Bellingem, ezt mondom, ez mi? Ez kegyetlen jól néz ki ez a Limited Design. Imádom, ott is el van vágva, legalább ott nem tud lesarkazni. Itt meg nagyon kell vigyázni, mert ez egy speciális kivágás. Van itt egy Tops Heritage, illetve a végére egy Royce Street Style. Á, kegyetlen, éreztem, hogy ezt meg kell venni. Éreztem, hogy meg kell venni, mert annyira durván jó ez a Bundesligás széria, nekem annyira tetszik, nem bírtam volna neki, hogy ne legyen meg. Köszönöm szépen annak is, aki adott méldébe, mert most akkor ezzel busztoljuk majd az albumot, Köszönöm szépen. Meg nektek a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót, ezt a Tops a Bundesliga új szezonos 2022 23 os kibontó videót legközelebbi találkozunk, fogunk FIFA 365-özni. Így is van, holnap FIFA 365 minifilm doboz, nézzünk meg vasárnap méldé, illetve a gamingen is ott a FIFA Mobile, meg ilyesmi, arra is lesetek rá, és a tradingről sem maradjatok le, hiszen ott meg Top Scrum Form